A kékmezes házigazda H&R-end Kozár Michelin együtteséből többen is hiányoztak vasárnap. Somogyi Máté, Horváth Gábor és Kocsis Adrián betegség, Berdó Máté sérülés, míg Kozics Barnabás 5 sárgalapos eltiltás miatt nem állt a csapat rendelkezésére. A vendégeknél is volt hiányzó. A 3 korábbi Kozár Michelini rutinosnak számító labdarúgó, Nagy József, Balaskó Csaba és Vattai Balázs nem tudott pályára lépni. Ezen a találkozón első alkalommal kapott lehetőség a felnőttek között Matesz Kornél. A fiatal Kozár Michelini kapus teljesítményére nem is lehetett panasz. Remekül kezdték a házigazdák a találkozót. Az első 20-25 percben nagy fölényben futballoztak Jelena Richárd tanítványai. Rögtön a mérkőzés elején 3 perc alatt 4 szögletet végezhettek el a házigazdák. A 3. perc végén Csomós Dominik sarokrúgását Horváth Dániel fejelte a kapu fölé. A 4. percben Turi Tamás baloldali beadása után a 11-es ponton Hampuk Ádám rosszul vette át a labdát, így került Kirtner Krisztián elé, akinek lövése után a labda a felső lécről pattant a mezőnybe. A 16. percben Turi és Kirtner kényszerítőzött, melynek végén Kirtner lőtt a kapu mellé. 2 perccel később Kirtner élesen lőtte a kapu elé a labdát, Hampuk elől Bányai Péter becsúszva mentett. A 27. percben Turi távoli lövését Kovács Benedek védte, a labda a felső léc felett hagyta el a játékteret. A 31. percben Tarjáni Péter lövése alig került el a Michelini kaput. Aztán az első játékrész hajrájában Kirtner vezette a labdát a félpályánál, ahol szorongatták, visszahúzták, de nála maradt a játékszer, majd a besegítő védő elvette tőle, a játékvezető nagyvonalúan továbbot intett, pedig visszafújhatta volna a szabálytalanságot. Az akció végén Bányai elé került a labda, aki a Michelini kapuba lőtt. Így 1-0-ás vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrész elején Szabó Dominik jobboldali beadását a védőjétől szorongatva Kirtner tekerte a kapu fölé. A 60. percben egy szögletet követően előbb Fenyvesi Olivér fejelt éles szögből kapura, melyet Kovács kapus hárított, majd a 16-oson belül elkövetett szabálytalanságért reklamáltak 11-est a házigazdák, de a játékvezető hajthatatlan volt, sőt, az ellentámadásból Tarjáni megszerezte a 2. vendéggólt. A 72. percben Kónya Kornél ívelte fel a labdát Hampukra, aki lefordult, de lövése mellé ment. A 82. percben Turi lőtt egy szabadrúgást 24 méterről a kapu fölé. 5 perccel később Hampuk vette le a labdát a kaputól 16 méterre, lövése azonban elakadt a védőkben. A 91. percben pedig Vajda Roland beadását szedte fel Kovács Kirtner elől, így maradt a 0-2-es vendéggyőzelem. Szomorú vagyok az eredmény miatt, mivel nem erre készültünk, nem így készültünk, tudtuk az ellenfél mit fog játszani, teljes mértékben fölkészültünk belőlük. Nem is tudom szemrányást tenni a fiúknak, mert a héten nagyon jól dolgoztak, sajnos kár, hogy a hétvégén nem tudtuk megmutatni a pályán. Úgy gondolom, hozzáállásbeli problémák nem volt, de azok az apró nyanszok a kapu előtt, amik kellettek volna, azok sajnos már elmaradtak, és mi tettük magunknak nehezen a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy sokkal többet kellett volna taktikailag hozzátennünk, amire készültünk, és ezek maradtak el. Inkább nem mondanak többet, mert csak megbántanék valakit. Hú, nehéz mit mondani, azt gondolom, hogy ez a szívdiadala volt ez a mérkőzés, egy igen jó csapat otthonába látogattunk, és a fiatalok megtettek mindent azért, hogy jól szerepeljünk. Előzetesen nem bárt eredmény született, főleg annak tükrében, hogy ez a Kozár Michelin előttünk van minden tekintetben. Én azt gondolom, viszont le a kalappal a srácok előtt, elképesztő mérkőzést játszottak.